Az Electrolux Lehel Kft. Az idei Nyíregyháza város bája alkalmából ajánlott fel 28 darab hűtőszekrényt. Az adományozó leveleket szerdán kapták meg az érintettek Kovács Ferenc polgármestertől, Úrich Attila alpolgármestertől, valamint az Electrolux Lehel Kft. Képviseletében Kis Aranka kommunikációs vezetőtől. Decemberben a városi bál a nagycsaládosok támogatása jegyében szerveződött, és ennek kapcsán mi 28 darab prémium kategóriás alulfagyasztós hűtőt felajánlottunk a bárra, és most volt az ünnepélyes átadó a családok részére. A kiválasztott családok számára ez nagy segítség, hiszen egy-egy ilyen műszaki cikk több tízezer forintba kerülhet. A leginkább rászoruló családokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat választotta ki. Tudtuk meg dr. Kovács Ferenc polgármestertől. Mi ezt a szociális rendszerükön keresztül választottuk ki 28 családot, akik most kaptak erről egy adományozó levelet, de holnap 8 órától minden lakásba kiszállítjuk a hűtőket. Ezek a hűtők már ott vannak a Nyírvévé telephelyén, megvannak a kapcsolatok, mindenkit hívnak, kinek hogy jó, és holnap mindenhova eljut. Nagyon fontos, mert ezek a családoknál tényleg nagy szükség van ezekre a hűtőkre. A város vezetősége kiemelten fontosnak tartja a rászorulók segítését. Az elmúlt évi városi bál bevételéből a kórház részére vásároltak 20 darab speciális beteghordókocsit, amely segítségével megoldhatóvá vált a betegek szállítása az új parkolóháztól a megfelelő betegellátó osztályra, tette hozzá Kovács Ferenc.